A hosszú délután mindenki várta már, hogy egy igazi vásári hangulatban legyen része, és ezt meg is kaphatta a március 29-én megrendezett tavaszi torontelvásárhelyi vásáron. Jóvér László, az október 4-e közművesítési vállalat igazgatója elmondta, hogy a torontelvásárhelyi vásárban minden kapható. Rendkívül nagy volt a forgatag a helyi vásártéren. Az első hagyományos vásár, ami mondjuk a mai napon éppen nagypéntekre esett, a hagyományok után így tartsuk mondjuk mindig az utolsó pénteken a március hónapjában. Hát kellemesen meg vagyunk lepődve, mivel egy kimondottan nagy, tehát az utolsó 3-4-5 évben nem regisztráltunk ilyen nagy frekvenciót a vásárokon, úgy az eladók számában, mint pedig a vevők részvételükkel, tehát nagyon pozitívan meg vagyunk lepődve. Na igaz, hogy húztunk egy pár ilyen nem népszerű lépéseket, tehát egy kicsit megszorítottuk, hogy pontosabban figyeljük a bejövőket, kimenőket, megfizettetés, stb. Beutasítás helyekről, ne toloncoljunk, ne csináljunk dugókat a forgalomba. Hát hál' Istennek ez abban reflektált, hogy reggel 5-től 7 óráig praktikusan minden jegyet el tudtunk adni, persze, amit megvettek, nem az egész jegyről van szó. Úgyhogy mindenki már a helyén volt és pakolta ki a záróját reggel 7-kor, ami azt jelenti, hogy hamarabb tudják fogadni a vásárlókat, hamarabb tudnak a vásárlók is szabadulni, és ezzel automatikusan jön a vásárnak a frekvenciája a megtekintésekben. A mai vásárt úgy jellegezném, úgy elemezném, hogy itt most, hogy a mondás is mondja, a tűtől a gőzmozdonig, aki egy kicsit széljel nézni, azt hiszem, hogy majdnem mindent bír találni. Sikeres volt a jószágpiac és a mezőgazdasági gépek vására is. Ami a vásárnak az állatoknak a bevitelére, tehát mindenből volt egy kicsit, de nem az, mint a régi időkben, de a múltkori vásárokhoz tényleg minden sokkal nagyobb számban megjelent. Hát mondom, még egyszer hangsúlyozom, hogy nagyon meg vagyunk elégedve, de reméljük, hogy még egy kis hibáknak a kiküszöbölésével és egy kis közülésekkel, mi nekünk is persze, hogy voltak ilyen hibáink, nem figyeltünk elegendően oda, vagy most rájöttünk, hogy ezt jobban is lehet más módon. Hát ezt megpróbáljuk a júniusi vásárra beállítani, és akkor gondolom, hogy a nagyjából addig helyre köszönődünk, hogy az augusztusi vásárt egy tényleg tele csúcs értékbe fogjuk kivitelezni, és reménykedünk persze, az időjárás is ide rá kell, hogy szolgálja. Az ünnepre jellemző friss árut lehetett vásárolni. Szabó Imre standjánál házi sonkák, szalonnák, kolbászok várták a vevőket. Nagyon jó sonka illat lengi be a standot. Veszik ilyenkor a sonkát, hisz nagy péntek van. Hát ilyenkor igen, főzik, meg aztán holnapig használják. Meg van elégedve az eladás? Meg. Ha otthon lőttem volna, mint nyugdíjas, nem dolgoznék, akkor nem volna semmi sem. Úgyhogy jó. Sonka 1400, szalonna 1000, vagyis a kolbász 1200, szalonna 1200, ezek a sonkák szintén 1400, ez meg 400, a füstölcsont. És itt fontos kihangsúlyozni, hogy ezt mind önkészít. Igen, igen. Lázár Pál és Zsófia minden vásárba kilátogat. Önök szerint milyen ez a mai vásár? Hát ez az első vásár ebbe az évbe, ami azt jelenti, hogy igen, mindig ilyen népes volt, sok elárusító is volt, na most a vevők azt ugye nem tudom, de különben még az is hozzátesz, hogy ma nekünk a nagypéntekünk van, és akkor úgy, hogy hát szabaddá tette mindenki magát, hogy kilátogasson erre a vásárra. Önök mit vásároltak, és elégedettek az árak? Hát nagyon elégött vagyok én bár. Hát ilyen ebédhön való majd lesz, ugye? Meg ilyen reggeli vacsorához
retköt vettünk, ami most újdonság, vagy most kezdődik, és akkor hát aztán vettünk káposztát is hozzá, majd még ezután veszük a levesbe való zöldség, sárgarépát, meg hát egy kis ilyen, ami úgy érezzük, hogy szükséges, még majd még ezt megvásároljuk. Visszakanyarodva a múltba, milyenek voltak a régi vásárok? Eljárt ön is régen a vásárok? Régi vásárok azok úgy voltak, hogy kocsi meg lovak voltak. Mostan pedig szintén kocsik vannak, csak nem lova. A lóerő meg van benne, sokkal több, mint valamikor volt. És ez egy nagyon nagy vásár. Én már 67 óta itt vagyok, de ekkora vására nem emlékszem, hogy lőtt volna ekkora nagyvásár, lehet, hogy ez a nagypéntök is hozzásegít, hogy azért van ekkora nagy, szép vásár, és minden van benne, nem tudja az ember, mit vegyen, mit ne vegyen. Hát ez a vásár egyrészt azért is nagyon jó, meg szép, mert itt az emberek összegyűlnek, környék falukból, itten társalgunk, itt minden, ami a legtöbb, az létezik ebbe a vásárba itten, de Debejárcson vagy Torontál vásárhelye. Ez egy nagyon szép, meg nagy vásár, de nagyon régóta. Még ha csak nézelődni jött az ember, akkor is, ahogy a mondást tartja, vásárfia nélkül nem tért haza innen. A következő vásár június 1. péntekén lesz megtartva.